Köszöntöm a nézőket, az Orosházi Városi Televízió mini stúdiójának vendége ezúttal Kozsuh Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei igazgatóságának általános alelnöke. Amint azt néhány hete tudjuk, a májusi kamarai választások után új elnöke lesz a NAK Békés megyei igazgatóságának, és a Magosz önt jelölte erre a pozícióra. Kornél, megtenné, hogy néhány szóban bemutatja magát azok számára, akik esetleg kevésbé ismerik? Hát fiatal gazdaként kezdtem agrárpályafutásomat 1994-ben. Egy jó pár év azóta eltelt. Kondorosan gazdálkodom, családi gazdálkodóként a családi hagyományokat továbbíve családommal együtt folytatjuk ezt a tevékenységet. Szántóföldi növénytermesztés keretén belül kukoricát, búzát, napraforgót és esetlegesen hibrid kukoricát termesztünk. Mekkora területe? Hát körülbelül 300 hektáros területe van ugye a családi gazdaságnak, és vezetője vagyok egy társaságnak, ahol körülbelül hasonló területen gazdálkodunk. Akkor ezek szerint, mint gazdálkodó, saját bőrén is érzi azokat a problémákat, amit a kormányzatnak, illetve a kamarának meg kell oldania? Nyilván ugye, ezért is öröm számomra, hogy gazdálkodóként felkértek erre a funkció betöltésére. Saját bőrömön érzem és tapasztalom azokat a nehézségeket, amivel minden nap szembesülünk, akár az időjárási problémák, akár a különböző beszerzési nehézségek, inputanyagoknak a problémái, vagy esetlegesen a megtermelt terményeknek az értékesítése. Különböző olyan oldalról tudom én is megközelíteni a segítség témáját, ami kimondottan a gazdálkodók problémáját megoldhatóvá teszi. A NAK megyei igazgatóságát többször emlegették, vagy emlegetik országos szinten is követendő példaként, és ön ugye aktív általános alelnökként pontosan ismeri az ott folyó munkát, tevékenységet. Vannak-e, illetve mik azok a területek, amire büszke lehet a NAK Békés megyei igazgatósága? Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kormányhivatallal. Ugye a gazdálkodók életében fontos szerepet tölt be az, hogy különböző pályázatoknál, különböző lehetőségeknél, a területalapú támogatások beadásánál olyan keretek közt tudjuk ezt megoldani, ami egy-egy egyeztetés során a kormányhivatallal gyorsan lefolytatható, és nyilván ugye ezek a segítségek mind a részünkre megvan. Nagyon jó a kapcsolatunk a fiatal gazdákkal, a Békés megyei ifjú gazdák szervezetével. A felkérés után elkezdtünk gazdatalálkozókat szervezni. Az egyik első közt létrejött gazdatalálkozó az ifjú gazdákkal született meg, és a jövő generáció szempontjából ez nagyon fontos, hogy együtt tudjunk szintén dolgozni velük. Én úgy tudom, hogy kiemelkedő itt a megyében a falugazdás szolgálatnak a tevékenysége. Igen, a falugazdászaink ugye a legfelkészültebb különböző programokban résztvevő személyekből állnak. Nyilván fontos számunkra az, hogy a felkészült falugazdászon keresztül hiteles információkat kapjanak a gazdálkodók, ezzel tudják ők is legjobban kihasználni azokat a lehetőségeket, ami fontos számukra. Vannak olyan területek az igazgatóság működésében, amelyeknek a fejlesztését esetleg szükségesnek érzi? Nagyon fontos az információ áramlásnak a felgyorsítására. A médiával és a különböző új technikai lehetőségeknek a felhasználásával az információk átadása a gazdálkodók fele. A mai napon egy könyvelőkkel való egyeztetés és egy könyvelői fórum történt meg, ahol szintén olyan személyeket próbálunk informálni, akik a gazdálkodóink munkáját segítik és gyorsítják. És amit mondtam is az elején, hogy a gazdatalálkozók szervezése, ahol személyesen találkozunk a gazdálkodókkal, tudunk velük beszélgetni, el tudják mondani a kérdéseiket és azokat a témákat, amiket ők érdeklik. Ekkor tudunk olyan igényeket felmérni, amivel utána ténylegesen az ő érdekükbe tudunk dolgozni. Itt több esetben a feltételes módot használtam, hiszen május 20-án lesznek a kamarai választások, és amennyiben ugye megválasztják, akkor lesz ön annak Békés megyei
elnöke. Mi a jelentősége a gazdák számára a május 20-ai kamarai választásoknak? A gazdák számára ugye a létfontosságú az, hogy az érdek képviselte, aki őket képviseli, az támogatva legyen, erőt sugározva, egymásért közösen együtt dolgozva tudunk olyan plusz eredményeket elérni a választások után, amivel őket segítve tudjuk további munkánkat folytatni. Ezért ugye fontos az, hogy minél többen elmenjünk a május 20-ai választásokra, és ott a kamara mellett kiállva szavazzunk a megyei küldöttekre. A megyei küldöttek a választás után küldött gyűlés keretén belül fogják megválasztani a megyei elnökséget, az alelnököket és az elnököt, és az osztályelnököket. Ezután országos küldötteket választunk, akik részt vesznek az országos küldött gyűlésen, ahol megválasztják az országos vezetőséget. És így az újonnan megalakuló elnökségek sokkal hatékonyabban, sokkal nagyobb mértékben tudják képviselni azt az agrártársadalmat, aki mögöttük áll. Össze kell fogjunk, és minél többen el kell menjünk ugye szavazni. Kornél, úgyis, mint kamarai tisztségviselő, úgyis, mint gazdálkodó, hogyan látja, milyen helyzetben van ma a békésmegyei gazda, illetve életpálya-e ma gazdának lenni Békésmegyében? Szerintem ugye egyértelmű, hogy életpálya, itt Békésmegyében meg főleg. Buzdítok minden fiatalt arra, hogy kezdje el és jelentkezzen olyan iskolákba, ahol a agrárium szépségeit oktatják. Szerencsére Békésmegyében ugye most a mezőhegyesi szakiskola, aki nagyon nagy felkészültséggel tudja ezeket oktatni. Úgy tudom, igazgatóra történt beszélgetés után, hogy nagyon nagy a jelentkezők száma is ráadásul. És nyilván Békésmegyében, ahol az agrárium nagyon jelentős mértéket tölt be, mindig is lehetőség lesz a fiataloknak és a kezdők számára is az, hogy el tudjanak indulni és érvényesülni tudjanak. Ebben is nagyon nagy segítségére vagyunk azoknak, akik ezt szeretnék. Különböző tájékoztatókat tartunk, pályaválasztási tanácsadáson vettünk részt, és különböző olyan promóciós rendezvényeken, ahol a fiataloknak ezt bemutatjuk, és még érdekesebbé tesszük számukra. Szóval akkor mindenképpen érdemes itt az ország élés kamrájában gazdálkodónak állni és jól gazdálkodni. Szerintem igen. Szerintem igen. Kornél, a magam nevében én sok sikert kívánok a május 20-ai választásokhoz, illetve jó egészséget az utána a további munkához. Nagyon remélem, hogy sokszor fogunk még találkozni, akár így is, akár különböző egyéb agrár rendezvényeken. Még egyszer jó egészséget, és akkor nézőknek pedig megköszönjük a figyelmet.